Sziasztok! Amikor ezt a videót látjátok, már lement a Realme-nek a konferenciája, ahol bejelentették, hogy kell tartani, a GT sorozatot, ami hamarosan meg fogja vetni a lábát Magyarországon. És az a, hát kiváltságnak mondanám, de az eléggé fellengzősen hangzik, tehát az a lehetőség pottyant az ülünkbe, hogy elsők között bonthatjuk ki a Realme GT-t, és mutathatjuk meg nektek, hogy mire illik a dobozban. Egyébként az újonnan, legalábbis hazai léptékkel mérve, új belépős telefonoknál általában megszokott, hogy nem kell tőlük túl sokat várni, viszont ebben a tekintetben meglepően formabontó lesz a Realme, tehát ebben benne van a Snapdragon 888, kapott egy 120 Hz-es Super AMOLED kijelzőt, megkapta a 65 wattos szupertöltőt, stb. Úgyhogy ez miért le van fóliázva? Bár már napok óta itt van, azért próbáltam uralkodni a kíváncsiságomon. De eljött a pillanat, nézzük meg, hogy mit rejt a doboz. Amíg ez leválik, addig elmondom, hogy kétféle szín lesz ebből. Lesz versenysárga és száguldókék. Próbáljátok meg visszafogni a reakciótokat, de tényleg egyébként ez így. Jön, nehezen jön ez le. Jó. Hey! Welcome to Realme Family. Kis üdvözlés. Ebben mi lehet? Na, ez sikerült elszakít. Állj, itt a PIN! Úgyhogy, ha valaki keresné, ezeket mindig olyan kis firnyákos helyekre tudják elrejteni. De van. Na, ez toknak tűnik. Aha, na, van benne egy tok. Ez... tök jó kis szilikon tok. Semmi extra. Van egy Type-C, aha. Van egy Type-C töltőnk. Remélem jól látszik, ilyen expandernek is használható, hogyha éppen akarjuk. Újonnan állapotában. Oké. Okay. És akkor íme a telefon. Figyelj már! Köszönöm. Ez... itt van a kamera, az előlapi kamera, a hátlapi és ilyen, azt hiszem ez ilyen vegán bőr, ha minden igaz, borítás. Nem néz ki rosszul. Tök érdekes ez a csík itt, látod? Ez határozottan nem néz ki rosszul. És mi van még? Van még ebben valami? Á, várjál. Aha, itt van, tessék. A 65 wattos gyors töltő. Most az lesz az érdekes, hogy ehhez van átalakító. De úgy néz ki, hogy nincs. Na nem baj. Nekünk van. Ide átalakítóval fog majd érkezni, reményeink szerint, de hát maga a készülék az ilyen. Tök jól néz ki. No, közben elkezdtem befrissíteni a rendszert, és majd nézegetni fogom, hogy mire képes a készülék. De ez lett volna a Realme GT-nek az unboxingja, remélem tetszett nektek, én felaplikáltam közben rá a szilikontokot, mert jól néz ki hátul ez a versenysárga vegán bőrborítás, de azért, ha koszolódik, inkább ne koszolódjon. Na mindegy, remélem tetszett nektek a videó, hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, meg kövessétek be a csatornát, tudjátok az ilyesmit. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a Realme képviseletnek megköszönöm, hogy ennyivel korábban biztosítottak egy készüléket, és biztosítottak egy ilyen exkluzív videó lehetőséget, mint ez. Úgyhogy végeredményben mindenkinek köszönöm. Na, megyek tovább dolgozni. Ciao, sziasztok!